Mindig van helye plusz forrásoknak, a BL szereplések, utazások és a kiváló szakmai stáb is sok költséget felemésztenek, utalt az újabb támogatásra Bárány Attila, az Egri Vízilabda Klub ügyvezető elnöke. Hozzátettem, ahhoz, hogy a jelenlegi jó színvonalat sikerüljön tartani, elengedhetetlen, hogy újabb forrásokat bevonjon a csapat a munkába. Ezúttal a Szerencsejáték Zrt. Állt az egri pólósok mellé. Zsiga Marcell ügyvezető elnök kiemelte, azokat a sportklubokat támogatják szívesen, akik hitelesen és erkölcsösen űzik az élsportot, ezzel együtt pedig jó példát mutatnak a felnövekvő generációnak, és nemzetközi sikereket érnek el sportágukban. Itt Egerben a laikusok számára is ismert, hogy milyen komoly sportélet folyik, és Eger városának valamennyi lakója, illetve a térségnek valamennyi lakója büszke lehet arra, hogy a világ egyik legjobb vízilabda csapata itt van Egerben. Számos egri és környékbeli fiatalnak mutatnak utat arra, hogy kiemelkedő sportélettel, kiemelkedő sportteljesítménnyel megbecsülést szerezhet magának és az országának, nemzetének az ember. Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a kormányzat sportpolitikai célkitűzései három területet érintenek, hogy minden gyermek sportoljon Magyarországon, hogy modern, korszerű sportlétesítményeket sikerüljön létrehozni, és hogy minél több nemzetközi sporteseménynek adhasson otthont hazánk. Az egri vízilabda köztudottan világszínvonalú, így megérdemelten érkezik a 15 milliós támogatás a városba, tette hozzá. Bíros Péter hozzáfűzte, szerencse mellett sok-sok munka kell az élsportban, arra törekszenek, hogy idén még jobban teljesítsenek, mint tavaly. Mint fogalmazott, a magyar bajnokságban és a magyar kupában is a minimális célkitűzés, hogy bejusson a csapat a döntőbe, de fontos a nemzetközi szereplés is. Az Euroligában ugye ott vagyunk a Final Six-ben, de azért azt szeretném bebizonyítani, hogy a tavalyi bejutásunk az nem véletlen, és azt, hogy most ugye alanyi jogon vagyunk a Final Six-ben, de viszont szeretnénk a csoportban mutatni, hogy a pontok száma alapján is nekünk ott van helyünk, és hát az 5. helyről előrébb lépni a tavalyi szereplésbe az Euroligában. A tájékoztatón aláírták a szponzori szerződéseket, mely után elhangzott, ha szép sikereket eredményez az együttműködés, az ERT kész további támogatást nyújtani az egri csapatnak.